Az idei évben is hiány van a tűzifából, mondják ezen a nyíregyházi tűzépen is. Így aki nem gondoskodik a beszerzéséről időben, télen nagy bajban lehet. A tavalyi évben 3300 és 3500 forint volt egy mázsa akácfa beszerzési ára a fakitermelőknél. Ez most 3700 és 4000 forint között mozog. Ezen a tűzépen megtudtuk azt is, a külföldről történő beszállítás szigorítása is hozzájárul a tüzelőanyag hiányához. A külföldi beszállítások nehézkessé váltak, tehát a bevámolásuk az egyre nehezebben működik, tehát egyre kevesebb érkezik be. A hazai kitermelések pedig nagyrészt le vannak kötve, tehát az erdészetek elsősorban a szociális fákat szolgálják ki, és utána kapunk csak további értékesítésre szánt faanyagot. A vegyes, a keményfa és a népszerű lignit ára kevésbé drágult, de az akásztól olcsóbb 1300 és 1400 forint körül alakul. Az áremelkedésnek és a fajhiánynak több oka is lehet. A kemény hideg időjárásban több fát kellett felhasználni, így gyorsabban csökken a készlet. Évek óta megfigyelhető az is, hogy sokan állnak át a vegyes tüzelésre, hiszen kérdés, mi olcsóbb, a szén, a fa, a földgáz vagy a távhő. Mindegyiknek van előnye és hátránya is. A legtöbb társasházban gázfűtés van, ami a gazdaságosságot tekintve a középmezőben helyezkedik el. Olcsóbb, mint az áram, de a fa tüzelésnél drágább valamennyivel. Én azt gondolom, hogy jelenleg még mindig olcsóbb a vegyes tüzelés, mint a gáztüzelés, de már nem olyan éles az árkülönbség. Ebben az évben tehát, aki tüzelőfát szeretne vásárolni, érdemes minél hamarabb felkeresni az árusító helyeket, tűzépeket és feliratkozni a várólistára.